Dániel könyve, 13. fejezet. Susána története. Babelben lakott egy férfi, akinek Jehojakím volt a neve. Kelkjehu leányát vette feleségül, akit Susánának hívtak. Ez nem csak igen szép, de hívő asszony is volt, mert szülei igazak voltak, és lányukat is Mósé torája szerint nevelték. Jehojakím igen gazdag volt. Gyümölcsös kertje is volt háza szomszédságában. A Jehudim nála szoktak összejönni, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt. Abban az esztendőben a nép két olyan vént tett meg bíróvá, akire ráillett Jehu a szava. A vénektől, a bíráktól indult ki Bábelben az igazságtalanság. Noha úgy látszott, hogy ők kormányozzák a népet. Gyakran megfordultak Jehojakím házában, ott keresték fel őket mind, akiknek peres ügyük volt. Amikor déltájban szétoszlott a nép, Susana bement sétálni férje gyümölcsös kertjébe. A két vén minden nap látta, amint bement és ott sétált, s fölgerjedt bennük iránta a vágy. Eszüket félretették, szemüket meg lesütötték, hogy ne lássák az eget, és ne emlékezzenek az igazságos ítéletekre. Mindkettőjüket elragadta a szenvedély, de egyik sem mondta el kínját a másiknak. Szégyelték ugyanis elmondani vágyukat, hogy szeretnének együtt hálni vele. Mint akiket nem hagy nyugodni a féltékenység, úgy lesték minden nap az alkalmat, hogy láthassák. Egyszer azt mondta az egyik a másiknak. Menjünk haza, mert itt az ebéd ideje. Elindultak és el is váltak egymástól, de azután csak visszatértek és újra találkoztak. Mivel ennek okát kellett adniuk, megvallották egymásnak a vágyukat. Majd közösen megállapodtak, hogy keresik az időpontot, amikor egyedül találhatják. Lesték hát a kedvező alkalmat. Egy nap aztán történt, hogy Susana bement a gyümölcsös kertbe, mint a többi napokon is szokott, de csak két szolgálója kísérte. Meg akart fürdeni a gyümölcsös kertben, mert nagy hőség volt. Senki se volt ott, csak a két vén, akik elrejtőzve lesték. A lányoknak meghagyta, hozzatok nekem olajat és kenőcsöt, aztán zárjátok be a kert kapuját, hogy megfürödhessem. Eleget is tettek a parancsnak, és bezárták a kert kapuját. Majd a hátsó kapun ki is mentek a kívánt dolgokért. Nem is sejtették, hogy a vének benn rejtőzködnek. Amikor a lányok elmentek, a két vén felugrott és odafutott hozzá. Mindjárt azzal kezdték, lángol bennünk utánad a vágy. Érts hát velünk egyet, és légy a miénk. Különben tanúbizonyságot teszünk ellened, hogy itt volt veled egy ifjú, azért küldted ki a lányokat. Susana felsóhajtott. Szorongatás vesz körül mindenfelől. Ha ugyanis megteszem, meg kell halnom. Ha meg ellenkezem, nem kerülhetem el a kezeteket. De mégis jobb nekem ártatlanul a kezetekbe esnem, mint Jehova ellen vétkeznem. Ekkor Susana elkezdett hangosan sikoltozni, de a vének is kiabáltak ellene. Sőt, az egyik odafutott a kert kapujához és szélesre tárta. Amikor a háznép meghallotta a nagy kiáltozást a kertben, a hátsó kapun berontottak, hogy lássák, mi történt asszonyukkal. A vének elmondták vágyaikat. Erre a szolgák nagyon elszégyelték magukat, mert még sosem mondtak ilyesmit Susánáról. Másnap, amikor a nép odasereglett férjéhez, Jehojakímhoz, megjelent a két vén is bosszút lihegve Susana ellen, hogy halálra adják. A nép előtt kiadták a parancsot. Hívjátok ide Susanát, Kelkjehu leányát, Jehojakím feleségét. El is mentek érte. Szüleinek, gyermekeinek és egész rokonságának kíséretében jelent meg. Susana feltűnően szép volt és nagyon csinos. Mivel le volt fátyolozva, a törvényszegők felszólították, tegye le fájtlát, hogy legalább a szépségével jól lakhassanak. Hozzátartozói és mindnyájan, akik csak látták, zokogásban törtek ki. A két vén odament a nép tömeg közepére, és kezüket a fejére tették. Ő meg sírva nézett az égre, mert szívből bízott Jehovában. A vének előadták a vádat. Mi alatt mi egyedül sétálgattunk a gyümölcsös kertben. Ez bejött két szolgálójával, bezáratta a kert kapuját, majd elküldte a szolgálókat.
Akkor odament hozzá egy ifjú, aki addig rejtőzködött és lefeküdt vele. Mi a kert szögletében tartózkodtunk, de megláttuk a törvényszegést, s odarohantunk hozzájuk. Tetten értük őket, de az ifjút nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt nálunk. Kinyitotta a kaput, s elmenekült. Ezt azonban elfogtuk és vallatóra fogtuk. Ki volt az az ifjú, de nem akarta megmondani. Ennek mi magunk vagyunk a tanúi. A gyülekezet hitelt adott nekik, hisz a nép vénei és bírái voltak, és Susánát halálra ítélték. Ekkor ő hangosan felkiáltott és így imádkozott. Örök Elohim, te ismered a titkokat és tudsz mindenről, még mielőtt világra jött volna. Te azt is tudod, hogy hazug módon megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom. Noha semmit sem követtem el abból, amit ezek gonoszul rám fogtak. Jahua meghallgatta könyörgését. Amikor halálra vitték, Jahua felszólította egy Dániel nevű, egészen fiatal fiúban a Ruach HaKodest, úgy, hogy hangosan felkiáltott. Én ártatlan vagyok ennek az asszonynak a vére dolgában. Erre az egész nép körülfogta és kérdőre vonta. Miféle szavak azok, amiket mondtál? Megállt középen és így válaszolt. Milyen ostobák vagytok? Ti, Jasareál fiai. Anélkül, hogy vizsgálatot tartottatok és a tényeket földerítettétek volna, elítélitek Jasareál egyik lányát. Tartsatok újra ítéletet, mert ezek hamisan tanúskodtak ellene. Erre a nép sietve visszatért. A vének ekkor így szóltak hozzá. Ülj csak közénk, és okosíts fel bennünket, mert hiszen neked adta meg Elohim az öregkor élettapasztalatát. Dániel azt válaszolta. Különítsétek el őket egymástól jó messzire, hogy kihallgathassam őket. Amikor elkülönítették őket egymástól, hívatta közülük az egyiket, s így szólt hozzá. Te megáltalkodott vén gonosztevő, most napvilágra kerülnek bűneid, amelyeket eddig elkövettél. Mert igazságtalan ítéletet hoztál, elítélted az ártatlanokat, és futni engedted a gonosztevőket. Noha megmondta Jahua, az ártatlant és az igazat ne öld meg. Most tehát, ha csak ugyan láttad, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket együtt. Azt felelte, mézga fa alatt. Dániel erre így válaszolt, helyesen hazudtál a magad fejére. Malach Jahua ugyanis középen ketté vág, mert az Elohim parancsa. Majd félreállította és előhívatta a másikat. Így szólította meg. Kenánnak vagy ivadéka, nem Jahudának. A szépség elcsábított, és a vágy eszedet vette. Így viselkedtek Jasareál leányaival. S félelemből szóba is álltak veletek. Jahuda leánya azonban nem engedett gonoszságotoknak. Mondd csak meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, hogy együtt voltak? Azt felelte. Tölgy fa alatt. Dániel erre így válaszolt. Te is helyesen hazudtál a saját fejedre. Malach Jahua kardjával készen áll rá, hogy középen kettészeljen, és így kiírtson benneteket. Ekkor az egész gyülekezet hangos újongásban tört ki, és áldották Elohimet, aki megmenti a benne bízókat. Ezután a két vénre rontottak, mert Dániel a saját szájukból igazolta, hogy hamis tanúságot tettek. Úgy bántak el velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mósé torája szerint jártak el, meg kellett halniuk. Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon. Kelk Jahu és a felesége, az asszony férjével Jahujakimmal és az egész rokonsággal együtt dicsőítették Elohimet leányukért, Susánáért, hogy nem találtak benne szégyenletes dolgot. Dániel ettől a naptól fogva nagy embernek számított a nép előtt. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20:30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót,
Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!